Több szakgimnáziumban síralmas eredmények születtek az idén kötelezővé vált szakmai érettségén, de ez a szülők szerint nem a diákok hibája. Elmaradt órák, későn ismerté vált feltételek, lesújtó eredmények. Matematika érettségi május elején a záróvizsgák írásbeli részét a szakgimnáziumokban is letudták. Idén először kötelező volt az érettségi vizsga a szakmai tárgyból. 100 pontból 42 lett a legjobb eredmény az osztályban. Erről szól az a levél, amelyet egy érettségiző szakgimnáziumi tanuló édesanyja írt egy oktatási szakportálnak. Szerinte a kötelezővé tett szakmai érettségi náluk lesújtó eredményt hozott. Főleg azért, mert későn, csak tavaly évvégén derült ki, hogy pontosan mi a követelmény a vizsgán. Az írásbeli anyaga ráadásul összetett, hiszen több tantárgyból áll össze az érettségire. Az édesanyja szerint a fia a műegyetemre készült, de most elvették a jövőjét. A tanulónak, érettségizőnek joga van különféle jogorvoslatokat igénybe venni. Ebben segít a TASZ útmutatója, amit a jogvédő szervezet weboldalára töltöttek fel azok számára, akik elégedetlenek az idei szakgimnáziumi érettségivel. Alkotmányos követelmény, hogy az érettségi vizsga szabályainak már legalább 2 évvel a vizsga előtt rendelkezésre kell állnia az érintett tanulók számára. Ez azért van így, mert mindenki elismeri, hogy az érettségi vizsgára való felkészülés egy hosszas folyamat, amely tervezést igényel mind a közoktatási intézmények, pedagógusok, mind pedig a tanulók részéről stratégiákat kell kialakítani, pontosan meghatározott követelmények alapján. Szükséges, hogy információhoz juttassuk a pedagógusokat. A szakképzésért felelős helyettes államtitkár azt mondja, a 36 szakgimnáziumi vizsgatárgyból 3-nál a gépészet, a közgazdaságtan és a környezetismeret vizsgákkal összefüggésben érkezett visszajelzés a minisztériumhoz. Pölöskei Gáborné elismerte, hogy a követelményeket későn hozták nyilvánosságra, de a kerettantervekből szerinte már készülhettek a tanárok és a diákok is. Későn volt olyan szempontból, hogy igen, ezt jogszabályilag előbb kellett volna megjeleníteni, tehát ezt azt gondolom, hogy nem lehet elvitatni, de az, hogy lehetett a vizsgára készülni, azt nem vitatható. Így látja az oktatási államtitkár is, aki ugyanakkor a késlekedést nem ismeri el. Egy vizsgán valaki nem ér el jó eredményt, ilyen megtörténik az életben, 2015 óta volt ez a dolog, és én azt gondolom, hogy megnéztük az érettségi eredményeit, de nagyon kevés ilyen eset volt, az iskolával kell ezt megtárgyalni. Az oktatási jogok biztosától adásunkig hiába vártunk kérdéseinkre válaszokat, a szakgimnáziumok is hallgatnak, engedélyhián nem mernek nyilatkozni. Juhász Ágnes, a civil közoktatási platform szakértője a vendégem. Kezdjük, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hallott a Pölöskeinét is, hallott az államtitkár urat is, amit mondtak az esettel kapcsolatban. Hány intézmény érintett, hány diák érintett, mennyire általános a jelenség? 30 ezer diák érettségizett 30-40 szakmai tárgyból, tehát nem, hogy 3 visszajelzés érkezett, az nem azt jelenti, vagy 3 esetben érkezett visszajelzés, az nem azt jelenti, hogy csak ennyiben volt. Mi a felsoroltaknál többről tudunk. De alapvetően... Mennyiről, tehát az általános speciális eset? Nem tudjuk. Azt, hogy konkrétan hibák vannak, tehát rossz volt a feladatsor, az nyilván nem általános. Az nyilván probléma volt, hogy 4 hónappal ezelőtt derültek ki az érettségi követelmények, tehát akkor kezdhettek hozzá a feladatsorok létrehozásához, ellenőrzéséhez, kipróbálásról nyilván szó se lehetett, ami teljesen más, mint ami a közismereti érettségi tárgyak esetén fennáll. A probléma ott van, hogy ha nem volt hiba, akkor is a diákok nem tudták korábban, hogy miből kell készülniük. Nem igaz, hogy lehetett tudni, csak azt a tényt lehetett tudni, hogy lesz egy új szakmai érettségi tárgy, ami 6-8 tantárgy anyagából állt össze. Még az se egészen igaz, hogy a kerettanterv ezeket a követelményeket mind tartalmazta, mert egy csomó iskolában eltérhettek rendesen engedéllyel a kerettantervtől, illetve a hangsúlyok is különbözőek voltak a különböző iskolákban. Annyit érdemes tudni. Bocsánat, csak hogy lássuk, igen, világosan. Elképzelhető, hogy olyasmi szerepelt az érettségi vizsgafeladatok között, amely anyagot az elmúlt 4 évben a diákok nem kaptak meg az iskolában? És ha igen?
kinek a felelőssége ez? Az elmúlt 4 évben, ha nem számoljuk bele azt az utolsó 4 hónapot, amikor valamit megtudtak róla, akkor nagyon sok ilyen eset van. Mondok egy példát, van olyan egy ágazat, hogy hang, színház, filmtechnika. Az iskolában, ahol mondjuk film-videó szakmákat fognak az érettségi után tanulni, nyilván a film-videó technikára helyezték a hangsúlyt, a keret tantervük ezt megengedte. Ettől még nekik az érettségére fel kell készíteniük, ha tudják, hogy mire. De nem tudták, csak 4 hónappal előre, és 4 hónappal előtte elkezdték keresgélni azokat a tanárokat, akik esetleg fel tudják készíteni hang és színház technikából is a gyerekeket. Alapelemeiben amennyire lehet tudni a különböző nyilatkozatokból, esetleg majd, hogyha más információ van, akkor örömmel veszem, hogyha ha kiavítja, ha van tévedésem. 2014 óta már ismertek azok az alapelvek, amelyek mentén idén érettségizni kéne. Korábban volt olyan elképzelés az NGM részéről, hogy tulajdonképpen a középszintű érettséginek megfelelő anyagmennyiség és követelményszint az egy emelt szintű érettségit ért volna, éppen a szakmai, illetve a civil tiltakozások akasztották meg ezt a folyamatot. Emelt szintű lett volna az érettségi, az nem csak egy szintet jelent, hanem azt is jelenti, hogy nem az iskolában, hanem központi helyen, nem ismert körülmények között írják az érettségét azok is, akik nem képesek erre. Tehát ilyet nem lehet mondani, hogy az emelt szint az a középszintnek felelt volna meg. A követelmények annyiban voltak ismertek, hogy lehetett azt tudni, hogy a szakmai érettségi kötelező lesz, és szakmai érettségit lesz egy új szakmai érettségi tárgy. Azt, hogy ez olyan, hogy egy jobban érthető példával mondjam, mintha egy gimnáziumban 9-től tudnák a gyerekek, hogy nekik a kötelező 4 tárgy mellett lesz még egy 5., és akkor majd 4 hónappal az érettségi előtt azt mondják, hogy na hát ez a tárgy úgy áll össze, hogy művészettörténet, ének, és biológia, és nem tudom én, még 4 tárgy, és ebből kell érettségizni. Erre nem lehet azt mondani, hogy ismertek voltak. Világosan, végül is a beszélgetés elején nem sikerült tisztáznunk, hogy a 30 ezer érettségiző diáknak hány százaléka érintett, de mondjuk azt, hogy a fele. 30 000, aki érintett, 75 ezer érettségiző diák. 30 ezer, aki érintett szakgimnáziumokban is, hogy egyébként közülük hánynak van olyan problémája, mint amit most a sajtó, így mi is természetesen megemlítünk. Mondjuk azt, hogy a fele, a többi 15 ezer, az miért tudott leérettségizni? Mindenki, tehát nem az a probléma, és ezt látjuk most a legnagyobb gondnak a visszajelzésekből, hogy sok volt a bukás. Ezt egyébként még nem is tudjuk még, de úgy látjuk, hogy arra törekedtek, hogy bukás azért ne nagyon legyen, mert az feltűnő. A probléma az, és én ezt tartom nagyon fájdalmasnak, hogy olyan gyerekek, akik azt írják, hogy én 5 évig direkt azért mentem egy 2 tannyelvű iskolában, és 5 évig kitűnő voltam, és mindent megtettem azért, hogy tovább tudjak tanulni, és olyan volt az érettségnek a szintje, hogyha én tudom, hogy ebből kell érettségiznem, akkor nekem ez abszolút nem jelentett volna problémát, fel tudtam volna rákészülni, és nem tudott. Jogorvoslati lehetőség van egyébként, ugye az oktatási jogok biztosához Ári Tamás Lajos, az illetve Székely László alapjogi ombudsmanhoz is fordult. Mik a visszajelzés? Ez nem jogorvoslat. Hát, hogy azt mondja Pöröskeiné, hogy igen, tehát a jogszabályát a meghatározottnál is később tették világosra, hogy mik a pontos követelmények, akkor azért az ott akár egy jogorvoslati problémát is felvetett. Véleménye szerint, hogy ez jogalkotással alkotott kár, elvileg polgári pert lehet indítani, gyakorlatilag még nem fordult elő, hogy jogalkotással okozott kár, vagy jogalkotás hiányával okozott kár miatt valaki pert nyert volna. Az ombudsmanok mit mondanak? Ombudsmanok nem mondanak semmit, tehát a Székely László ombudsmannál folyó vizsgálat még nem zárult le. Nagyon örülnénk, hogyha azok, akiknek problémájuk van, csatlakoznának a mi beadványunkhoz, aminek a ckpinfo.hu weboldalon megtalálják a lehetőségét. A oktatási ombudsman a személyes beszélgetés idején azt mondta, hogy természetesen itt egyértelműen jogsértések vannak, azóta őt nem tudjuk elérni. Várjuk itt is a fejleményeket. Juhász Ágnes, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél.